több évre elegendő fát lopott el az a két tolnai férfi, akiket még 2020 nyarán fogtak el a rendőrök. Tavaly július közepén tett feljelentést egy fakitermeléssel foglalkozó cég munkatársa, ugyanis több köbméternyi elszállításra váró akácfát tulajdonítottak el tőlük Szekszárdon a sötétvölgyi erdőből. Július 27-én újabb feljelentés érkezett, hogy a szintén sötétvölgyben lévő erdőterületről ismeretlenek ismét nagyobb mennyiségű akácfát loptak el. Nem sokkal később a szekszárdi egyenruhások elfogtak egy 63 és egy 45 éves tolnai férfit. Az idősebb gyanúsítottnál tartott kutatás során az ellopott fa nagy részét meg is találták a nyomozók. Az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján a rendőrök kiderítették, hogy a 63 éves férfi nem csak sötétvölgyben, hanem Tolna megye több pontján is lopott fát. Az idősebb elkövetőt, aki nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, munkatársaink őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A rendőrök összesen 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként a falopások kapcsán. Banda tagjai közül a 63 éves tolnai férfi letartóztatásban van elfogása óta, további egy személy más bűncselekmények elkövetése miatt került letartóztatásba, egy másik társuk pedig jogerős börtönbüntetését tölti azóta. Az ügyben a szekszárdi rendőrök kihallgattak egy 30 éves dunaszentgyörgyi férfit is, akit pénzmosással gyanúsítottak meg. Ugyanis ő rendszeresen megvásárolta a lopott fát a tolvajoktól.